Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Gyerekkorom egyik kedvenc filmje a Mennydörgés Jackie Chan-től, ez ugye Dead Heat címen is futott néhány piacon, ugye elég sokféle forgalmazták. Tekinthetjük aféle protohalálos iramnak, hiszen minden volt benne, akció, gyors autók, jó csajok, meg jó zenék. Ezt amúgy volt olyan szám, amit a maga Chan énekelt fel. A sztori nem egy különösebben nagy durranás, Jackie Chan egy versenyszerelő a Mitsubishinél, csapat Evo 3-mal megtanul szerelni, meg nagyon tehetségesen megy az autóval, míg nem aztán egyik este valami rendőrségi akcióban egy Mitsubishi FTO-val megfogja a rossz fiút a Skyline GTR-rel, a rossz fiút mellesleg szegény ember Steven Seagal-ja Thorsten Nickel alakítja. Na most a Tesco-s Seagal ezen annyira fölcseszi magát, hogy elrabolja Jackie nővérét, és csak akkor engedi el, akkor nem öli meg, hogyha Jackie le tudja győzni egy autóversenyen. Utóbbi a híres, neves nemzetközi autóverseny. Tényleg ez a neve, teljesen érthetetlen. Megy rajta tényleg 3-as BMW-től kezdve Supra-ig minden. Na, Jackie a futamon jól összetöri az Evo 3-as Mitsubishi-jét, és hát így veszélybe kerül a hugának az élete. És ekkor jön a Deus Ex jócsaj, aki a film egy korábbi pontján már feltűnik, akinek hogy nem a Mitsubishi egyik fejese az apukája, és két darab versenyre felkészített 3000 GT-t ad oda a hősünknek, hogy megmenthesse a hugát. Nem elfelejtve a tényt, hogy a 3000 GT Japánban GTO néven futott, csak hát mivel Pontiac és Ferrari is készült GTO típusjelzéssel, a világ többi részén nem akartak az ügyvédekkel hadakozni. Így nálunk ez lett a 3000 GT. Vajon elnyeri a gonosz a méltó büntetését? Vajon megmenekült Jackie huga? Van, aki nem találta ki az első 3 perc alapján? Az autóiparban jellemzően váltják egymást a szögletes és a gömbölyödött korszakok. A 80-as években véget ért egy szögletes korszak, és végre lehetett szép gömbölyű sportautókat tervezni. De azért, hogy egy picit érezzük a 80-as éveket, van bukólámpánk, meg itt-ott azért még feltűnik, hogy alapvetően a polcon maradt szögletes elemekkel dolgoztak, meg hát van oldalsó légbeömlőnk is, hiszen a Ferrari Testarossa óta tudjuk, hogy az oldalsó légbeömlő az mindened univerzálisan menő. Reggel óta nézegetem ezt az autót, és igazából tetszik. Szép a forma, jól néz ki, de valami nincs vele rendben. És az a valami az az, hogy ez itt bizony egy keresztmotoros autó, vagyis van egy ilyen aránytalanul nagy első túlnyúlása, picike a prémium gépje, nem adja ki úgy, mint mondjuk a Supra vagy a Skyline, mert hogy egész egyszerűen a gépészet miatt ennek ilyenek az arányai. Tekinthetjük egyfajta korai cab forward designnak, nem tudom, de a lényeg, hogy mindig ezt kell keresni a 3000 GT-n, mert ezekre a púpokra itt azért van szükség, mert az aktív futómű aktuátorai, azok csak úgy férnek el, hogyha ez itt van. Háromezer-ötnél váltom el a harmadikat, és akkor megy százat. A 110, negyedikben 2005. Iszonyatosan hosszúak a fokozatok. Egyfelől azért, mert tényleg utazóautó, másfelől azért, mert teljesítmény van gazdagon. Mindjárt beállok erre a 140-re, ötödikben neki emeljük az orrát a horizontnak, és azt csináljuk, amire való, amire kitalálták. Nyilván minden benne van, ami egy modern sportautóban benne szokott lenni, de ettől ez még nem sportautó. Ugye itt van a mecsek, gyönyörű, felmehetnék rügyezni ezt az autót, de egész egyszerűen érezni a súlyát, nem odavaló, nem a szűk visszafordítókat kell vele megmászni, arra is hoztunk autót amúgy. Na most tényleg, 140-nél év csak 3000-et forog ötödikben. Ez nem a hadsebességes még. Ezzel így ki tudnék menni a világból, mert a kényelem az első osztályú. Egy jó alacsony lapos profilú autóban ülünk, ahogy mindig jót tesz a Gran Turizálás élményének. És nagyon érdekes a kezdetleges összkerék kormányzás, hogy amikor az ember így belekanyarodik, közvetlen, meg gyorsan leköveti a mozdulatot, csak olyan furcsán jön utánunk a hátulja. Ja, meg amúgy nagyon vigyázni kell vele, amikor az ember először használ ilyet, mert úgyis egy dolgot fogsz tudni nézni benne, azt, hogy mikor nyit a hátsó szárny. Na, én előbb majdnem belementem valakibe, annyira a hátsó szárnyat néztem, mert ugye 70-nél kinyitja, 40 körül pedig visszazárja. Stabilak vagyunk, mint a forint. Nem, annál azért lényegesen stabilabbak vagyunk. A
film alapján gondolhatnánk, hogy ez egy jó versenyautó alap, hiszen ott volt a versenyfényezéssel meg a mindennel, de igazából nem. Ez az autó a megjelenésekor több mint 1,7 tonna volt, gondolj bele, 1990-ben 1,7 tonna. Amikor 2006-ban kijött a Nissan GT-R, az is nagyjából ezzel az 1750 kg súlyával, még akkor is nagyon sokan felsziszentek, hogy azt a rohadt milyen nehéz autó. Akkoriban ez, kezeljük tehát úgy, mint aminek megtervezték, ez itt a korszínvonalán egy rendkívül modern és előremutató GT. Ezt az autót nem az NSX-hez vagy a Skyline GT-R-hez kell hasonlítani, hanem inkább a Suprához vagy a 300ZX-hez. És hát akkoriban a japánok még nem érezték úgy, hogy büszkék lehetnek a múltjukra. Akkor is volt már komoly versenymúltjuk, akkor is voltak már nagyon komoly autóik, de nem volt nagyon mihez visszanyúlni, legalábbis úgy érezték, hogy nem nyúlhatnak vissza. Japánnak a jövőbe kell néznie, úgyhogy ez az autó a jövőről szólt. Ebben tényleg benne van minden, amit ma egy komoly sportautóban vagy egy komoly túraautóban alapnak tekintünk. Kezdésnek például aktív aerodinamika. 80-as tempónál ez itt 15 fokot előre dől, elől pedig leereszt egy kötényt, hogy elterelje más irányba a levegőt. Aktív futóműve van, lehet állítani, hogy sportos vagy inkább kényelmes legyen. A kipufogó is aktív. Amíg nem kergetjük, csak innen jönnek gázok meg hang, viszont hogyha lelépjük, akkor már innen is, és tényleg jó morcos lesz. Ugye ott van benne egy 3000-es biturbo. Összkerék kormányzású, összkerékhajtású. Tényleg, most, hogy jobban belegondolok, az aktív stabrútól eltekintve, ebben az autóban minden benne van, ami mondjuk ma egy 911 Turbo S-ben. Ami nagyon durva 1990-ben. És hát igazából a Mitsubishinek akkor nagyon futott a bolt. Szinte bármit megtettek, bármit megengedhettek maguknak, meg is engedtek. Nyilván ez leginkább a csúcs VR4-es kivitelekre igaz. De még az is felmerült, hogy a 93 környékén éppen eléggé lecsövesedő Hondát is megveszik. Hát, aztán nem vették meg. Kipukkadt a japán gazdasági lufi, és most arra a Renault-Nissan székcsoport lárgult gyermekeként létezik az egykor dicső Mitsubishi. Nem tudom, hogy a felvétel visszaadja, hogy mekkora ez az autó. Visszaadja? Nem adja vissza. 4,6 méter hosszú, egy kombi fókusznál 20 centivel hosszabb, tehát tényleg hatalmas. Komolyan vették a nagy utazó autóban a nagyot. 4,6 méter. A formát amúgy Masaru Suzuki rajzolta meg, a műszaki alapok pedig a Mitsubishi Sigmából jönnek. Így például a V6-os motor is. A Mitsubishi akkor a Chrysler cégcsoporttal együttműködésben dolgozott, de hát ezt meg lehetett venni Amerikában Dodge Stealth néven is, ami hát nem voltak különösebben jók az esélyei, ugyanis az akkor újonnan bemutatott Dodge Viperrel osztozott a szalonokon, és hát az a baj, hogy a jól felszerelt, nagyon extra stealth-ek árban közel ott voltak, mint a Viper. Sok embernek nem lennék a helyében, nem lennék például dugolás elhárító az indiai csatornázási műveknél, nem mennék el mélytengeri hegesztőnek, meg koránhalnak, és valószínűleg a barlangi mentés is megöli az ember lelkét, de leginkább azzal nem cserélnék, aki hát ebben a motortérben kell, hogy dolgozzon bármit. Eszméletlenül tele van. Ez itt a 6G72-es V6-os DOHC 3 literrel európai piacon, valamivel több mint 280 lóerővel. Nyilván ez csak úgy tudja, hogy van rajta egy-egy turbófeltöltő, hogy ne legyen annyira bonyolult, és képzeljétek el azt, hogy ennek a motornak a teljesítményét valahova egy oda beépített ötsebességes keresztváltónak kell valahogy lekezelnie. Ez az ötsebességes még állítólag istenes, de a hatgangos getrag, ami később került bele a frissítésnél, az már nem nagyon szerette elbírni ezt a teljesítményt. Nagyon sokat elmond a hőterhelésről, ami itt van, hogy mind a két gázteló megfeküdt. És összességében ez egy általános probléma a 3000 GT-knél, vagy hát a GT-oknál, hogy ezek rendkívül bonyolult autók. Nagyon magas műszaki színvonalon megcsinált, rendkívül bonyolult, és nem nagyon tartós autók. Tehát ebben az autóban most nem csak a gáztelók nem működnek, de az aktív futómű is hibát dob. Ugye, itt vannak a gátlók, tehát a csillapítás állító aktuátorok. És ahogy haladt előre a modell, úgy folyamatosan faceliftelték ki belőle a komoly dolgokat, tehát először eltűnt az aktív aero, aztán eltüntették belőle az aktív futóművet, hát egész egyszerűen nem tudták tartósan megoldani a működésüket. Ha olyan 3000 GT-t akarunk, de minden benne van, mert megvan bennünk a hajlam ahhoz, hogy szerelgessük őket, és erre a részére izgulunk, hiszen ez az egész autó lényege, hogy minden kütyű benne volt,
akkor olyat kell keresni, ami az első szériából származik. Amúgy 1990 és 2000 között gyártották, bár helyenként 2001-et is megadnak, de 2001-et csak azért, mert az utolsó két darabon valamikor 2001. januárjában sikerült túladni a Mitsubishinek. Egy gondolattól nem tudok szabadulni, hogy milyen lehetett mondjuk 93-94 környékén ezzel az autóval beállni a diszkó elé, ahol a menő gyerekeknek már kettes vagy akár hármas golfja is volt, de a többség azért még Ladával ment. És akkor megjöttél ezzel, amiben benne volt minden, amit az éppen erejetejében lévő Mitsubishi tudott az autógyártásról. Nagyon súlyos. 94-ben amúgy Pul Sándor járt ilyennel, ő volt az a bíró, aki a 94-es olasz-brazil világbajnoki döntőt vezette. Tudjátok, amikor Roberto Baggio kihagyta azt a büntetőt? Na, még abban az évben meglepte magát egy ilyennel. Képzeld el azt, amikor besétálsz egy Mitsubishi kereskedésbe és kihozol egy ilyet. 94-ben. Őszintén nem tudok rajongani ezért az autóért. Nagyon nem az én zsánerem. Az utazóautókat szeretem, de nem ezt a fajta utazóautót. A sportautókat szeretem, de nem az ilyen súlyú dolgokat. Viszont amellett nem lehet elmenni, hogy ebben az autóban mennyire elképesztő tudás van. Az aktív aerodinamikát azt vezérelni tudjuk az utastérből is, tehát nem csak a már emlegetett sebességre hajlamos nyitni-zárni, hanem innen itt ki tudjuk kapcsolni ugye általában a működését, és van neki automata üzemmódja is, valamint, hogyha egész véletlen egy diszkó elé gördülnénk oda, ahonnan éppen üvölt a Daruttól a Sandstorm, és nagyon menőzni akarunk, akkor a gomb átkattintásával meg tudjuk járatni, és vissza tudjuk csukni. Ugye a hátsó szárnya 15 fokot előre dönti, az elejét pedig 8 centivel lejjebb ereszti. Egy kicsit tényleg olyan, mintha ezt az autót megint a jövőből rántották volna elő, mert hát mit szeretünk a modern sportautókban? Állítható az ülés oldaltartása. Hogyha szeretnénk utazni, akkor kinyitjuk és urasson fotelesen, ha elénk ugrik pár jó kanyar, akkor meg rászárunk, aztán nem esik ki. Természetesen a deréktámasz magától értetődik. Szóval, hogyha rémesen hosszú fokozatok, és a 75 literes tank nem tette volna egyértelművé, ez egy GT autó, tényleg arra van, hogy gyorsan messzire menjünk vele, és az ülések baromi kényelmesek, még mai szinten is, és hát a korabeli japán autókhoz képest egy kicsit talán fantáziadúsabb a beltér, engem ez mondjuk régebbi Lamborghinikre emlékeztet, ahogy felénk döntötték a műszereket, és tök jó, hogy van turbonyomásmérő, ami tényleg gázadásra szépen kalimpál, ettől eltekintve ez egy 90-es évekbeli autóbelső, de aki a 90-es években volt gyerek, annak nagyon-nagyon sokat jelent ez a többszínű digitális séma, amivel megrajzolják, hogy mikor hova fújja a levegőt, és amikor az ember feljebb meg lejjebb állítja, meg állít a befúvás mértékén, akkor mozognak a nyilak. Hát mennyire cuki, tündéri az egész. Nem lehet nem szeretni. Meg persze a klasszikus kazettás deck. Nem voltam úgy lassú, a korabeli szaklapok ilyen 4-9 és 6 másodperc közötti gyorsulásokat mértek ezeknél a VR4-es csúcsmodelleknél, ugye meg lehetett ezt kapni őszkerékhajtás nélkül, meg szívó motorral, tehát voltak belőle ilyen szolidabb kiadások, volt négygangos automata. De az biztos, hogy ez az autó 4.91 gyorsult, és ilyen 35 ezer dollár körüli áron mérték, míg mondjuk az NSX, az alanyi sportautó, ami tényleg durva sportautó, az ilyen 5-5 körül tudott, és majdnem a duplájába került, mint a 3000 GT. Hát az egyenes vonalú sebességről van szó, akkor ugye a turbomotornak nincsen párja, csak hát a rengeteg beépített extra és a méretek, valamint a nem igazán ideális alapok miatt ez az autó egyszerűen nehéz lett. Mondom, 2-4000 az majdnem 80. Elég abnormális ez a fokozatkiosztás. Kíváncsi lennék, hogy mennyire lehet lenyomni a fogyasztását, hiszen nagyon alacsony az autó, nagyon kicsi a keresztmetszete, jó a légellenállása. Mindjárt átlépem a 80-at, és hopp, nyit a szárny, rohadt jó, nagyon szeretem. Tényleg, amikor az emberben még ott él a gyerek, aki imádta a számítógépes játékokat, a kütyüket, annak ez egy teljesen érthető és
vágyható dolog. Tulajdonképpen ma egy Nissan GT-R ugyanerre a reflexre épít. Csak ők a PlayStation generációt akarják megfogni, ez pedig az Amiga generációt? Tudja fene. De az biztos, hogy Japán nagyon jól ráérzett arra, hogy ők a műszaki színvonal, a fejlesztések, a jövőben mutató műszaki megoldások irányából tudják megfogni a vevőket a 90-es években. Rájöttek, hogy az ő múltjuk az igazából a jövő. Aztán eltelt 30 év. Most már nekik is vannak olyan autóik, amikre vissza lehet mutogatni, amikre legendaként hivatkoznak. De nagyon furcsa, hogy ezek az autók azért jöttek létre, mert ők a jövőben hittek. És így például a 3000 GT is. A Mennydörgés amúgy egy érdekes film, tagadhatatlanul távol-keleti, például vannak benne ilyen segreülős poénok is, aztán a film egy pontján jön egy olyan vérengzés, hogy abba a Terminátor egy rendőrségi jelenete is belepirulna. Ugye Chen mindig büszke volt arra, hogy nem használ kaszkadőröket a filmjeiben, de pont a Mennydörgésben szüksége volt rá, hiszen egy korábbi forgatáson annyira összetörte magát, hogy a pacsinkós jelenetben egyszerűen nem tudott bunyózni, ott helyettesíteni kellett dublőrrel. Most arra takaréklángra vette a filmezést, bár a 400 millió dolláros vagyonával a 13. leggazdagabb színész sokat elmond, hogy például 24 órás versenyeken saját csapatot futtat. És hát a politikai nézetei is érdekesek, ő ugye Hongkong szülötte, és nem is nagyon szeretik Hongkongban, mert elég erősen kiáll a nagy kínai egység mellett, ami ott azért nem annyira menő, és látták már beszállni katonai rendszámos Audiba is, ami azt sejteti, hogy nagyon magas szinten dörgölőzik. Kicsit elmúlt a dicsősége szegénynek, a kung fu filmeknek, meg hát a Mitsubishinek is. De legalább itt az a remek 3000 GT, emlékezzünk rá így.